Szia! Elhoztam a kamerát. Mi a terved? Gratulálok, húsgombóc! Képzeld, te rendezheted a videós jelentkezésemet! Tényleg? Hányan jelentkeztek a munkára? Mindegy. Az összeset legyőzted, vágjunk bele! Jó. Mit is csinálunk? A Bajnokok kampuszába pályázom. Ez a legjobb ösztöndíjprogram az országban. Megváltoztatná az életem. Egész életemben csak erre vártam. Mi a határidő? Ma. Elnézést, azt mondtad, hogy ma. Ez nagyon nyomasztó tesz. Nyomás alatt dolgozom a legjobban félpálya. Na, álljunk neki. Indítsd a kamerát, én megteszem, amihez értek. Jó, kész. És felvétel. Biztos az idegesség. Megpróbálom újra. Inkább odaállok. Majd rád közelítek. Esetleg beállok az ajtó mögé. Uh-oh. Nem voltam biztos ebben a helyben, de meg kell mondjam, az energiája tökéletes. Ez az. Rendben, akkor éljük át újra azt a napot. Először mutattam egy csomó lehetőséget. Szivárványban. Venaszki. Mondd, Priya, hadd kérdezzem meg, hogy miért van az, hogy mindent ugyanabban a sorrendben kell ismételned. Mi a lényeg? Mikor Raven először öltöztetett fel egy nyilvános szereplésre, elnyertem egy több millió dolláros üzletet. Oh. Ezért mindig, ha nyilvánosan kell beszélnem, felidézem azt a napot. Nekem segített. De beváltak körülötted élő embereknél is? Tudom a választ, nem? De! Ha esetleg gondolod, dolgozhatunk rajta, csak gyere az irodámba. Meg is jöttünk a kávé, amit rendelt, frissen főzve. Priya, szerintem ez nyilvánvalóan a legjobb Raven, nagyon sajnálom, de ebben a kávéban van tejszín. Semmi baj. Rendbe hozom, látod? Egy kicsi, az baleset, de a sok. Már művészet. Úgy neveztem el... A roma ruhápia. Még dolgozom a nevén. Annyira sajnálom, úgy értettem, kér tejszínt. Azt mondtam, legyen helye a tejszínnek. Igen, utána beleöntöttük a tejszínt, és elmúlt a hely. Jó, de van köztek különbség. Ezek a kölykök mindig feladják. Értitek, amit mondtam? Igen, hely a tejszínnek, de tejszín nélkül már is hozzuk. Nia, a látomásomban anya azt mondta, hogy tudta, hogy feladjuk. Jaj, ne, az nem lehet. Anya utána folyton azzal piszkál. Hé, ha ez túl sok lenne kettőtök. Nem, ez nem foci, és nem is egér. Ez a mi munkánk. Bizony, amit szeretünk, nagyon-nagyon szeretünk. Már is jövünk a tejszín helyével, rendben? Most kezdhetjük fél idő. Persze. 47-es csapó. És mehet. Teszek neked egy szíveséget és befejezem. Talán, ha elkezdek dobálni, te meg utána indítod a felvételt. Rendben. Jó. Ez a legfurább dolog, amit eddig valaha láttam. Pedig bukörrel vagyok egy szobában. Javasolhatok valamit? Kérlek! A suliban mindenki tudja, hogy tudsz kosarazni. Úgyhogy próbálkozz valami mással. Mi mással? Mit szólnál, ha nem kosaras pillanatokat vennénk fel, amik ezzel a játékossá tettek téged? Jó. Kezdhetjük itt. Ha ezt a tetőteraszt nézitek, láthattok növényládákat és egy tűrhető kilátást. De én egy pályát látok.
Már akkor ide jártam, mikor még nem volt csapatom. Oh, bocsi, elfelejtettem felvenni. És felvétel.